Több mint 500 milliárd forint értékű volt ez a navos cigaretta lefoglalás nemrég. 610.500 doboz cigarettát szállított volna a lengyel kamion. A pénzügyi nyomozók egy új elkövetési módszerrel találkoztak, amikor egy látszatra rendben lévő szállítmányt tartóztattak fel az M3-as Szabolcsi megyei szakaszán. Az idén ez a cigarettafogás is rekordnak számít, de kiderült az is, hogy több illegális cigarettacsempészettel összefüggő cselekmény mögött egy dél-amerikai drogkartel áll. Szóban forgó bűnszervezet egy vietnámi és egy egyiptomi személy irányításával, pénzmosással és cigarettacsempészettel foglalkozott. Egyrészt Nyugat-Európában eladott kábítószerből származó pénzt mostak tisztára, másrészt pedig Ukrajnából és Szerbiából csempésztek cigarettát, amelyet Magyarországon tároltak és osztottak el, hogy aztán tovább szállíthassák Nyugat-Európába. A bűnszervezet a cigarettacsempészethez szükséges eszközöket is tudta finanszírozni a kábítószer eladásából származó pénzből. A felderítés, a bizonyítékok összegyűjtése akár több, 9-12 hónapig is eltarthat egy ilyen ügyben. Az elmúlt időszakban 8-10 olyan szervezetet is azonosítottak a nyíregyházi pénzügyi nyomozók, amelyek cigarettacsempészetre szakosodtak. A jövedéki termékekkel való visszaélés az észak-alföldi régióban a leggyakoribb. 137 kilométeres határszakasz, amely a magyar-ukrán határ, uniós külső határszakasz is egyben, így a hazánkba és az Európában irányuló cigarettacsempészetnek legkritikusabb területe, hiszen az észak-alföldi régióban az összesen lefoglalt cigaretta körülbelül 90%-a. Innen származik. Éjjellátó eszközök, hőkamerák, ruhára szerelhető képrögzítő berendezések, drón, ezek mind segítik a felderítést. A Tiszán hamarosan légpárnás hajóval is járőröznek majd. A pénzügyőrök a technikai arzenál bővítésével is igyekeznek elejét venni a cigarettacsempészetnek.